az OTP-t, a Raffinált Bankot, KNH-t, CIP Bankot és az Omikron is hisztem, és tehát a legnagyobb mocskokat, amik itt az oktogonon elérhetők. A Benefra sem fog most piacuk egy csomót sétálgatni, hogy még a többit is elkapjuk. Lennének még egy. Oda most nem megyünk át, hanem visszamegyünk az oktogonra, megnézzük, hogy mi a helyzet. Sőt, először visszamegyünk most a CIP-hez, és ott folytassuk a beszélgetést, nézzük meg, hogy mit gondolnak erről. Menjünk oda a CIP Bankhoz. Gyorsan, biztonságőrben szabad is. Na, hát ezt csak ezért akartam kitalálni, mert láttam, hogy azonnal be fog rohanni, és szerintem fújt az ártat ajtót. Nagyon jó, meg is nézzük, hogy kulcs az ártat. Igen, kulcs az ártat ajtót. Elég csak azt mondani, hogy megyünk a CIP-be, a bank bezár. El fog jönni az az idő, higgyétek el, hamarosan. Amikor kisenyit. Így van, kisenyit, majd kidesszük a Facebookról, hogy megyünk a bankokba, ezek bezárnak. Álljunk sorba, gyakorlatilag, ezt majd mindjárt meglátjuk. El kell döntenünk, hogy mit csináljunk. Ha itt állunk egy kicsit, mert miért ne állhatnánk, oda üljön le a fára, de itt most már lassan idesült a nap, és kellemes meleg lesz itt. Folytassuk a demonstrációt, ugyanis a demonstráció az nem mindig arról szól, hogy hangosan, nem kellene hozzá plakátok, meg kell bankkiratot szúzni, elég csak itt ülni, és majd meglátjuk, hogy mit írnak a jelentéseikbe. Itt voltak a tüntetők, itt vannak a bankban, hallottuk már meg többször, vagy hogy nem engedtek be azért, mert én nem tudták megmondani, mi vagyok, ezért nem engedtek be a bankba. De egy kicsit szerintem így folytassuk. Na mi van? Elkurtátok, nagyon jó, szuper! Nagyon jó fólód van, így van. Nem tudom, kinek szólt, tehát kinek... Gyurcsányék lett, szuper, teljesen jó a történet. Lenne még egy pár mocsok, akinek ezt én így mindenképpen mondanám, hogy alaposan elkurta ezt a történetet. Elkurta bizony, de mi ezt nem hagyjuk. Nem hagyjuk azt, hogy a mi kárunkra, a mi fejünk fölött az ő hatalmi harcuk által elkúrják a mi jövőnket, és elkúrják a családjaink, gyerekeink jövőjét. Például most itt demonstrálunk. Ha valakinek van kedve, beszéljen nyugodtan, ha nem, akkor ugye úgy van a bejelentésben, hogy kis csoportokban beszélgetések fognak történni. Tehát végképp nem némán álljatok itt, hanem beszélgessetek egymással, legalább egy kicsit. Mert ugye a demonstráció ezzel már folyik is. Jó, úgyhogy most legyen a demonstráció az a napi, mondja, hogy kis csoportokban beszélgetések folynak. Az első szépen az utópályára
Szorbálunk itt a Csipan bejáratánál, mint ügyfél, mert olyan információkat kaptunk a Facebookról, hogy elkezdték a bankok visszafizetni a kártérítéseket azoknak a hitelkárosultaknak, amit ők okoztak. Erre pedig idejövünk, és mit csinál? Bezárja az ajtót, még az előtt az ügyfelek előtt is, akik esetleg ott mennének be másfajta ügyet intézni, vagy az ATM-ből készpénzt kivenni, de gyakorolja az ügyfeleinek a jogának a korlátozását, és akkor miről beszélünk? Ide figyelj, jó ember! Ha mi nem bántunk téged, egy kis bánk ezt az ajtót, hát az azért van, hogy ott az emberek kibejárkáljanak, nem? Elvégre ki van írva, hogy itt hatartási idő van, mi türelmesen várunk a kártérítésre, de a többieket azért engedjed ki, be hozok, ne csináljál már Krisztusból balancot, mert az erre már nem vagy felhatalmazva. Mit láttél? Baj van a fület mögött? Úgy sem tudod már leolvasztani onnan. Az már nem úgy működik. Az a világ már elmúlt. De legalább a többi állampolgárt ne akadályozz itt a cselekvésében, a cselekvési szabadságában, hogy ő bemehessen ebbe a bankba, hogy esetleg megint be tudja csapni, hogy ne tudja kivenni a pénzét, ami bent van. Hát milyen munka ez? Ezért kapod a fizetésedet? És hátizsákban viszünk haza a pénzt. Hát igen, azért jöttünk hátizsákkal, mert a kártérítési összeg olyan magas már, hogy hátizsák kell hozzá, úgy személyenként. Remélem intézkedtek itt a bank, hogy elegendő készpénz legyen. Az előbb láttam itt a pénzszállító autót, nem tudom, azt hozta-e. Biztos, most számolják. Most számolják, jó. És már csak egyesével engednek be. Azt nem baj, egyesével engednek be. Kivárjuk a sorunkat, a kártyát, mi türelmesek vagyunk, semmi gond. Tehát nagyon riasztó emberek lehetünk mi, hogy körülnézünk. Bezárnak előttünk egy ajtót, ennyire félni, nem is értem. Pedig én még az ajtót sem szoktam elverni otthon, ha visszabeszél. Na most minden fixet véletére, miért akadályozzátok a saját ügyfeleiteknek a szabad mozgását? Nyugodtan ki lehet nyitni azt az ajtót, a kutya nem akar hozzátok bemenni, majd egyesével szólítjátok a következő ügyfelet, akinek a kártérítést ki akarjátok fizetni. Megvárjuk! Úgy néz ki, hogy fődugót adtak az ajtónyitogatónak, mert nem hallja, még hangot beszélünk keresztül sem, amit beszélek neki. Pedig nincs mitől félni, hát senki nem fogja veled bekoszolni a kezét, ne képzeld már magad olyan fajtnak, hogy ráteszük a tiszta kezünket. Nem hülyék vagyunk, mit tudod, a hülyék a túloldalon vannak mindig, nem ott, ahol mi tartózkodunk. Úgyhogy nyugodtan nyisd ki az ajtót, és ott mozogjanak az ügyfelek, mert ha kitartási idő van. Vagy írjátok ki, hogy meghatározatlan időre a bank a szolgáltatást befejezte és bezárt. Örökre. Elfogyott a pénz. Rettegnek. Rettegjetek egerek. Jön a macska. Nem egyébként vagy semmi szóval. Az egy kicsit így. Most néha be van a kutya. Majd ezt teszek, hogy az így már. Jó, legutább mondom meg. Hát miért felnyertek? Gyere már Jancsi, mondd már meg, nézz át, hogy
Lehet, hogy petíciót akarnak, hogy engedjenek be minket. De ott sasolnak minket. Én nem